ennek a ránk erőltetett őstörténeti származás elméletnek a cáfolatát, míg nem ugye az utóbbi körülbelül szűk két évtizedben ugye ez a történettudomány segédtudományai közé besorolódott genetikai vizsgálatok, tehát az úgynevezett DNS vizsgálatok nem jöttek váratlanul a segítségünkre, amely most már ugye hihetetlen erős komponense lett minden őstörténeti vizsgálódásnak, tehát nem csak a magyarnak, és ez is egyértelművé tette, hogy bizony itt a Kárpát-medencei népesség történetét illetően bármennyire is próbálnak mesterkedni velünk, mind a mai napig is fennáll ez a különbség, amely az indoeurópai, mert ugye egy indoeurópai tenger kellős közepén vagyunk most is. Most a független attól, hogy a trianoni diktátum következtében ugye egy olyan helyzet állt elő, hogy egy teljesen megcsonkított és kezét, lábát levágott emberhöz hasonlítunk, hiszen ez is eléggé példátlan, itt is csak két olyan példa van, vagy két olyan országot lehet említeni Eurázsiában, ahol ilyen rendkívüli durva mind a mai napig, mert átmenetileg voltak még ennél súlyosabb helyzetben is országok, például Lengyelország, amelyet ugye többször abszolút megsemmisítettek, de tulajdonképpen ugye a máig tartó folyamatban nem csak hogy helyreállították úgy, ahogy hát persze szokásos indoeurópai módszerekkel és egyéb kis-ázsiai módszerekkel, hogy finoman fejezzem ki magam, tehát, de mégiscsak valahogy helyrehozták, viszont a folyamatosságot illetően ennyire durva, ahogy ezt akkoriban mondták, hogy Magyarország Trianonban nem vesztes volt, hanem kivégzett, szabályosan ugye kivégezték, úgyhogy ilyen csak kettő van, ugye az európai térségben ugye a történelmi Magyarország, és Eurázsia vonatkozásában pedig a kaukázusi Örményország, amely szinte ugyan akkora 330 ezer négyzetkilométeres volt Nagy Örményország, csak azt még jobban kétszeresen is ugye szörnyű testvérünké vált. Egyrészt, hogy ott egy mindenféle agyonszárult holokausztot meghaladó örménynyírtás folyt, ugye 2,5 millió örményből 1,9 milliót gyilkoltak le a törökök. Tehát 2,5 millió örményből 1,9 milliót embertelen körülmények, ahhoz képest az előbb említett nehezen vethető össze, ugye egy sivatagba vitték el őket, és étlen szomjan, ugye szabályosan, ugye éhen és szomjan haltak a gyermekek, öregek, asszonyok. Közel 2 millió ember 1915-ben, ugye egy esztendő alatt, ő ezen túlmenően, mondjuk a magyar írtás is szépen megindult, idézővetéve a szépen, ugye gondoljanak a délvidéki 40 ezer magyar lemészárlásának folyamatára, amely megállt ugyan, már olyan értem, hogy nem jutott el a 2 millióig, de összesítésben, ha figyelembe vesszük a Málenki robotot, az, hogy például, tehát de most nagyon messzire előszaladok, hogy mert ugye lassan azt mondták, hogy be kell fejeznem, nem akarok a terhükre lenni, de talán még egy picit mondjam, még egy csöppet, amit még szeretnék elmondani, tehát ugye ha ezeket figyelembe veszük, akkor ő ott azt akartam mondani, hogy ők annyiból rosszabbul jártak, hogy a 330 ezer négyzetkilométerünkből, amiből a történelmi Magyarország, Horvátország nélkül ugye csak 280 ezer, de az egyesített Horvátországgal együtti ez ekkora volt, nekünk ugye 93 ezer négyzetkilométert hagytak, az örményeknek csak 63-at. Tehát ott még galádabb dolog történt, tehát ott a környezők, főleg a törökök, bármennyire is most ők ugye magyar barátként tűnnek fel sokunk számára, hihetetlen negatívum van a török-magyar történelmi kapcsolatokat illetően, hiszen egész Magyarország pusztulása lényegében, de ez már egy más történet volna, hozzájuk köthető. Tehát visszatérve azt a kérdést még szeretném fölvillantani, hogy ez a
ez az egyetemes, nyugodtan mondhatom, hogy egyetemes magyar gyűlölet, amely tulajdonképpen a Kárpát-medence területén legkevesebb, hogy másfél ezer év óta töretlenül megvan, mind a mai napig megvan. Ez különféle hát módokon nyilvánult meg, és itt ugye az a drámánk, és az a mai, hát tudom, hogy ez nem dobja fel se önöket, se engem, az a reménytelen helyzetünk van, hogy úgy tűnik, hogy ebből nem tudunk kikászálódni. Tehát, hogy addig, amíg a magyar nagyfejedelemség, illetve majd az ezret követően a magyar keresztény királyság, ez is nagyon sok magyarázatot kívánna, hogy miért is lettünk mi nyugati keresztény királyság, és ennek mi a háttere. Tehát a magyar keresztény királyság, amíg erős volt, addig ezzel meg tudtunk birkózni. És itt jön ugye a török, súlyos török kérdés, hogy a 16. századot követően, amikor ugye Magyarország annak ellenére, hogy tehát itt egy rendkívül súlyos szembenézésre is szükség volna, igenis bele kell néznünk a történelmi tükörbe, és észre kell vennünk a saját bűneinket, hibáinkat is, mert ezzel az én sem értek egyet ezzel a vad nagymagyarkodó szemlélettel, mert ahhoz, hogy a betegségből kilámboljunk, először fel kell tárni, a diagnózist meg kell adni, bele kell nézni abba a tükörbe, és ami csúnya, fekélyes sepphelyünk, azt észre kell venni, hogy annak mi vagyunk az okai, vagy mi vagyunk annak az okai, hogy nem gyógyítottuk meg. És hát ugye ez a török idő azért dráma önmagában is, mert ugye ezt az erős Európa kellős közepét birtokló népnek etnikailag és genetikailag rendkívül erős népét a szó szoros értelemben megtizedelt, de nem is megtizedelt, hanem sokkal nagyobb mértékben pusztította, úgyhogy amely ellen tulajdonképpen a megújulás időszakában nem tudtunk, és ma sem tudunk, hát gondoljanak csak arra, hogy az elmúlt 1950-től szokták számítani, ugye ezt pedig hát korábbtól is lehetne számítani, 45-es megszállásunktól is lehetne számítani, hogy 6-7 millió abortusszal ugye állunk Európa élén, hogy úgy mondjam, tehát a nemzetgyilkolásnak önmagunk általi hát példátlan hát végrehajtásával még kísérletet se tettünk arra, hogy ebből kikászálódjunk, és addig, amíg ugye Lengyelország tulajdonképpen átlag életkorát tekintve egy 29-32 év közötti népességgel, 32 millió emberrel hatalmas veszteségek után áll, addig mi ugye a genetikailag még viszonylag egészséges magyarság, ha szabad ezt a csúnya szót, zsargont használom, hogy magyarság állománya egyre csökken. Tehát ma már azt kell mondani, hogy ha leszámítjuk a ki nem mondható kisebbségeinket, ugye, és azt nézzük, hogy mondjuk mekkora az a jelenlegi határon belüli lélekszám, amely még ilyen szempontból, etnikai szempontból magyarság törzsállományának nevezhető, akkor alig ha mondhatunk többet, mint ami a mai 10 milliós lakosságból körülbelül 6,5 milliónyi ember. És ennek is tulajdonképpen az a része, amelyet nemzetileg még meg lehet érinteni. Én úgy gondolom, szomorúan mondom ezt is, bárki, aki ezt meg tudja számolni, azonnal nyújtsa fel a kezét, hogy nem igen van több 2 millió embernél, aki egyáltalán ilyen módon hatni lehetne. Hát itt tényleg nem akarom sem a szervező fiúkat ittem, vagy fiatalokat bántani, de az is jelzi, hogy alig tudunk olyan rendezvényt, talán a központi helyeket leszámítva, ahol mindig ugyanaz a társaság jelenik meg lényegében, hogy igaz, hogy ennek nyomós oka van, hogy tömegek jelennének meg mondjuk egy-egy ilyen rendezvényen is. Tehát egy elfásultság, egy teljes félrevezetettség, egy szellemi kiürülés, egy
hogy mondjam, szellemi mocsárba süllyedés tapasztalatú, ami azt jelenti, hogy a válságunk nem igazán abban áll, hogy gazdaságilag csődbe vagyunk, mi belül lelkileg vagyunk totális csődbe. Tehát belülről vagyunk leépülve, és abban a pillanatban, ha ez megváltozna, a gazdasági nehézségekből úgy ugranánk ki, mint a bolha, de ezt nem tudjuk megcsinálni, mert belülről vagyunk teljesen betegek lelki vonatkozásban. Na most ugye még búcsúzóul azt szeretném elmondani, hogy ez ellenünk irányuló ellenszem vonatkozásaban ugye rendkívül feltűnő, nem csak az ilyen magamfajta hivatásos históriás számára, hanem én azt hiszem mindannyiunk, aki tud még egyáltalán gondolkodni mondjuk egy szerény mértékben, annyi talán elvárható volna, ha már úgy két lábon járunk, hogy itt egy nagyon súlyos hát tényezőnek kell szerepet játszani, hogy Európa ma is, hát gondoljanak arra, hogy például ez a nagy uniózás kellős közepén is hiába fordulnak, egy-két esetben van rá példa panasszal, vagy hát, de talán ez a helyes szó, hogy panasszal mondjuk a különféle uniós szervekhöz a magyar ellenes fellépések szinte semmi hatása nincs. Ugyanakkor, amikor elég az, hogy öt gárdista felvonuljon egy zsebkendővel, ugye, mert körülbelül ennyi a fegyveri, vagy esetleg még egy jelvény, ez az állig felfegyverzett magyar gárda, ugye, és már tiltakoznak, ugye, már az Európai Unió diplomáciai jegyzékeket is adott át, amely mögött lehetetlen, hogy ne vegyék észre egy olyan szándékot, amely nincs más kifejezésre, bármennyire is meg szoktak vádolni engem is mindenfélével, elég, hogyha utána néznek ilyen internet dolgokon, hogy mi minden van rám kenve sok esetben. Voltam én már kérem szépen minden akadémiai árulótól kezdve, ugye az egyetemünk szégyenén keresztül nyilas keresztes, minden, amit csak el tudnak képzelni. És hát persze más vélemények is vannak, tehát ennek a az eredőjét keresve, ugye, hadd mondjam ezt záró szóként, vagy záró részként, mert nem szeretnék, ugye, miután letelt, ugye, a 17.30-ra voltam, ugye, beprogramozva rendezők által, legfennebb, ha még majd kérdésük volna, amire képes vagyok esetleg válaszolni. Tehát még azt szeretném megemlíteni mindenhöz, a nagyon felfércelt vázlathoz, hogy megtalálják a rugóját ennek, hogy ez a Kárpát-haza földje, ez egy rendkívül fontos terület Európának. Mindig is szerették volna az indoeurópaiak ugye teljes mértékben birtokba venni. A kezdetektől. Gondoljanak, elég csak ha arra utalok, hogy a trianoni békediktátum idején kifejezetten azzal léptek fel ugye a szláv államok, hogy egy teljesen szüntessék meg Magyarországot, de ha nem, akkor legalább a nyugati koridort kapják meg, hogy összeérjen az északi és a déli szlávok. Ezért lett az a történelmi téboly, hogy a fő háborús bűnös Ausztria is Magyarországtól kapott területet, mert ezt a koridort végül is azt mégsem akarták, hogy olyan szláv, ugye Oroszország miatt, hogy olyan szláv túlhatalom jöjjön létre, most ez kialakulóban van, jönnek fel az oroszok keményen, és újra van ez a pánszláv veszély ugyanúgy, mint ahogy volt korábban, de akkor ezt mégse Amerika nem akart ebbe beleegyezni semmiképpen, hogy ez a nagy szláv hát egység létrejöjjön, de akkor már úgy voltak vele, hogy a magyarok mégse kapják meg, és itt jön a dolognak a lényege, hanem legyenek az osztrákok. Így lett az a gyalázat, hogy a legfőbb háborús vétkes, Ausztria is, a történelmi Magyarországból kapott területeket, mégpedig a legszebb, legfejlettebb területi övezetünket. És ennek a
szándéknak, tehát hogy mindenképpen ott hagytam abba, hogy mindenképpen meg akar járni.